Szurcsik József vagyok, képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem grafika tanszékének vezetője. Május 20-án, csütörtökön tárlatvezetést tartok Frimmel Gyula részborzoló kiállításán este 8 órától. Ez a találkozás arra szolgáló alkalom, hogy talán olyan tartalmi vonatkozású kérdésekre is valamiféle érthető válaszokra leljek, vagy akár magyarázatokra is, amelyek Frimmel Gyula művészete kapcsán foglalkoztathatja a nézőt. Gondolatok vonalról, foltról, a rézlemez sérüléseiről, szándékos borzolásáról, közben ember és ember viszonya kerülhet fókuszba, inspirációk és alkotói indítékok, az ember személyes élete egyes társadalmi jelenségek viszonylatában, az ember belső világa és személyes élményei, tapasztalatai és a sajátos útja, egy alkotói út. Reményem szerint maga a kiállító művész is velünk lesz, és módunk lesz akár kérdezni is tőle, ha ne talán úgy alakulna. Természetesen tőlem is lehet majd kérdezni, ha tudok, akkor szívesen válaszolok.